Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, ma is terminálozni fogunk. Nem kell megijedni, nem állandóan terminálozunk, de én úgy gondolom, hogy az előzőekben bemutatott csomagkezelésekhez, mondjuk Linux mint alatt grafikusan megnéztük, hogyan működik a csomagkezelés, a telepítés, eltávolítás, frissítés, majd utána megismerkedtünk a Debian alapú rendszereknek az apt, apt-get és hasonló termékével, amivel ugyanezeket terminálba meg tudjuk csinálni. Igen, én úgy gondolom, hogy ehhez hozzátartozik még egy kis programocska, aminek az a neve, hogy Nala. N-A-L-A. A legtöbb Debian rendszerben ez elérhető, telepíteni kell. Értelemszerűen a csomagtárolókban bent van, és hogyha telepíted, akkor egy szép csomagkezelést fogsz kapni. Ugyanaz lesz a csomagkezelésed, tehát nem az apt rendszert, a Debian, Linux, mint Ubuntu, STB disztribúciók csomagkezelését fogod leváltani, hanem szebbé teszed. Miért fontos az, hogy szebb, jobban átlátható, színes legyen egy csomagkezelés? Mert gyorsabban megkapod ugyanazokat az információkat színesbe, rendezetten, mind esetleg, ahogy az előzőekben lehet látni, hát bizony, egy picit, egy nagyon picit úgy ömlesztve, átlátható az is természetesen, egy picit ömlesztve és monokromba kapjuk meg az információkat. Csomagkezelés a rendszered alapja. Tehát, hogyha a csomagkezelést te jól csinálod, jól átlátod, látod, hogy mi az, ami telepítésre kerül, frissítésre kerül egyéb, akkor neked nem lesz semmi problémát, hogyha odafigyelve csinálod ezeket. A Nala, ez a kis programocska, ezen segít. Természetesen telepíteni kell, illetve mindenkinek azt javaslom, keressen rá az interneten Nala Linux, és akkor megkapja ezt a kis oldalacskát, és itt bizony van egy csomó leírása. Én gyakorlatilag nem fogok mindent elmondani, illetve azt fogom elmondani, ami számunkra fontos, hogyan telepítünk, frissítünk egyéb, illetve nem térek ki olyasmikre, amik ilyen alap dolgok, hogy hát bizony párhuzamos letöltés is lehetővé tesz, STB, nagyon-nagyon sok mindent tud, lehet látni azért itt is a képeken, hogy azért egy picit szebb, mint a apt-get vagy az apt-rendszer, hiszen színes kerete van, egyéb dolgokat csinál. Mi az, ami nekünk fontos? A legfontosabb egy terminálos program használatba vétele előtt, amit mutattam. Nézd meg már az interneten, hogy hogyan működik, illetve hát a gyártónak, a szoftverfejlesztőnek, programozónak az oldalára nézd már rá, hogy ő mit mond erről a termékről, mit ajánl, hogyan kell ezt használni. De mivel mi Linuxot használunk, a telepítéssel megkapjuk azt is, ami számunkra nagyon fontos, a help. A help, azaz beírod, hogy Nala, persze telepített, kötőjel, ha, és akkor mit kapsz? Kapsz egy szép kis listát. Alapból rögves látod azt, hogy természetesen rengeteg parancs van, ha a parancs kapcsolókra ránézel, akkor mit látsz? Ugyanazt látod, mint az apt-get rendszernél, értelemszerűen beszélő nevek vannak, beszélő kapcsolók, inkább így mondom, hiszen ezek nem nevek, hanem csak kapcsolók, bizony értelemszerű, normálisan felsorolt, megjegyezhető, ha nem jegyezted meg, akkor lehívod a helpet, és mellette van, hogy mit csinál, akkor ezt tudjuk is használni. Ennyi hivatalosan, haladóknak ennyi lenne a bemutatás, hogy van egy ilyen programocska, hogy Nala, nézd meg, használd. De hát nyilvánvalóan én szeretem bemutatni a dolgokat is. A Nala rendszer ugyanaz a csomagkezelésben, mint az apt-get rendszer, tehát az aptra épülő és használható dolog. Azaz, mire akartam kitérni, vannak olyan funkciók, amihez sudo jog kell, értelemszerűen azzal, hogy egy előtét programot, ami szebbé teszi a kimenetet, azt használunk, az nem azt jelenti, hogy a sudót nem kell használni. Mire akartam kitérni? Ami sudó, az tönkrevághatja a rendszeredet, ha hülyén használod. Igen, tudom, hogy régebben egy kicsit finomabban használtam ezeket a szavakat, de én úgy gondolom, ha valaki Linuxot használ, az el fogja tudni dönteni, hogy bizony ő a parancsorba, vagy éppen akárhol, ahol sudót használ, emelt jogot használ, tönkreválthatja a rendszert, és igazából, hogyha nem mondja ki az ember, hogy valóban az, aki sudo joggal nem rendesen bánik, azaz olyanokat csinál, amit itt-ott olvasott, és fele dolgot nem is érti, de legalább bemásolja,
és elindítja, megadja a jelszavát, önneki a tönkre megy a rendszer, az nem a Linux hibája, hanem a saját hibája. Oké, menjünk is tovább. Nyilvánvalóan már látjuk a parancsokat, kapcsolókat, nem okozhat gondot. Első gondolat az, hogy beírjuk, hogy sudo nala, és megkeressük, mit a rendszernek az adatbázis frissítését, update. Oké, bekéri a jelszót, mivel adminisztratív módban vagyok, azaz visszaállítottam a rendszeremet 3 darab A betűs jelszóra. Oké, ennyi, és látható, szépen működik? Hát természetesen, nagyon szépen lefutott a program, és mit látunk? Szépen néz ki. Látható természetesen, hogy színes keretet kapott, és kulturáltan néz ki. Nem csinált mást, mint az apt rendszernél az update parancs, természetesen, csak szebbé tette. Én úgy érzem, hogy ezért érdemes egy kis programocskát telepíteni. Szintén kérja, hogy az upgrade-elhető programokat ezzel a parancsal le tudod hívni, tehát nala list upgrade-elhető parancsok lehívása megtörtént. Hát nézzük is meg, hogy mit lehetne itt upgrade-elni. Nem szoktam én egyébként megnézegetni. Miért? Azért, mert természetesen ráhagyom a rendszerre, hogy mit upgrade-el, nem az én dolgom eldönteni, hogy akarom, nem akarom, én a Linux Mint, amit jelenleg használok, annak a fejlesztőibe 101%-ig megbízok, hogyha ők úgy gondolják, hogy ezt az adott parancsot, ezt az adott akármilyen csomagot frissíteni kell, akkor én rájuk bízom, ha azt mondják, hogy ezt vissza kell tartani, és beállítva van ugye a rendszer, akkor vissza fogják tartani. Nem szoktam felülbírálni a nálam okosabbak döntéseit. Oké, hát upgrade-eljük a rendszert. Nyilván nem fogom beírni megint, hogy sudo nala. Beírom, hogy upgrade, és enter, még él a sudo jogom, természetesen ő elvégzi azokat a dolgokat, amit kell. Nyilván egy yes-t fogok nyomni. Figyeljetek arra, hogy előfordulhat, hogy az apt-get rendszered i betűt kér, magyarul beszél hozzád. Szerintem az alapbeállítás a Linux Mint magyar verziójába egy i betű, hogy induljon el a telepítés frissítés, itt y-t kell nyomni. Oké, elmondja, hogy ezeket szeretné upgrade-elni, kírja, hogy milyen verzióm volt, és milyen verzióra szeretné ő felfrissíteni a dolgokat. Igazából érdekes, fontos és szép. Erre akartam kitérni, jól néz ki, pofásan néz ki, egy picit hasonlít, hogyha használtatok Fedorát a DNF-nek a kimenetére, valami olyasmi. Tehát valahogy kinéz ez a dolog, persze a funkciója ugyanaz, mint hogyha egy kicsit csúnyább apt-get rendszert használnak. Oké, el is indítottam, lehet látni, hogy folyamatosan dolgozik, színes, jól működik. Oké, elmondhatjuk azt, hogy hát bizony nekünk ugyanazokat a parancsokat be lehet írni, hát akkor keressünk egy VLC-vel kapcsolatos dolgot, felmegyünk sudo nala, itt a sudo nem kell, de én úgy gondolom, hogy hát, hogyha már bent van, akkor legyen bent a sudo jog, természetesen a keresés, a se arc és VLC kereséshez nem kell a sudo jog, de hát teljesen mindegy, és akkor az összes VLC-s dolgot kírja. Ha emlékeztek az előző videóra, én könnyen vagyok, mert reggel vágtam, most pedig 8.16 van azt a videót, és emlékezek rá, ugyanezeket kírja, csak nem ilyen szépen, láthatóan szépen fog ő működni, kinézetre is jó. Milyen parancsok vannak? Hát természetesen a tisztító parancs, amihez kell a sudo, az a clean, és a rendszerbe letöltött chs dolgokat, tehát azokat az átmeneti fájlokat, amiket ő leszedegetett, hogy te fel tud telepíteni azokat a upgrade-elendő dolgokat, amik ott vannak, vagy te installáltál valamit, vagy szeretnél installálni, akkor természetesen azokat eltünteti, nincs rá szükség. Felraktam, igaz? Felraktam. Hogyha véletlenül le akarom szedni azt az adott programot, akkor majd újra, akkor leszedem, és ha újra akarom telepíteni, természetesen újra le fogja tölteni. Internetsebesség elfogadható nálam, tehát ezzel probléma nincs. Nézzük is meg, hogy mi az, hogy VLC. Hát kérdezzük meg ettől a rendszertől, hogy mi az a VLC, hát ez nem kell sudo jog, és akkor
azt mondjuk, hogy show. Mutasd meg a VLC programot. Kérje, mi az, hogy VLC program. Láthatóan kírja, hogy miket tudnak ezek a programok, melyik verziója van meg. Tehát, hogyha információt szeretnél egy programról, úgyhogy éppen milyen verzió érhető el a rendszeredben, akkor le tudod kérdezni, hozzáteszi, hogy milyen függőségek vannak, milyen függőségek kellenek. A függőség az, ami nélkül ez a program nem fog dolgozni. Tehát a függőségeket igazából nem is tudod te letiltani, persze le lehet, meg lehet vele barkácsolni, de eszedbe ne jusson egy függőséget letiltani, mert annélkül nem, vagy nem jól fog működni a dolog. A másik szépen kírja az, hogy milyen ajánlott programok vannak, természetesen te eldöntöd, hogy ajánlott, igazából jó kis kiegészítő programocskák, akármicskék, amiket ő felsorol, kéred vagy nem kéred, nyilván a függőség kötelező, az ajánlott programok nem kötelezőek. Én azt mondom, ez az én saját magán véleményem, hogyha én feltelepítem, mint például a következő egy másodpercben a VLC-t, akkor azért a függőségek azok feljönnek, nem tudok vele csinálni semmit, nem is akarok, eszembe se jut, az ajánlott dolgokat pedig fel lehet telepíteni, érdemes feltelepíteni, na erre akartam kitérni, mert akkor egy teljes funkcionalitás, nem csak az alap, hanem kiegészítő funkciókat is el tudsz végezni vele, hogy éppen ez hozzáadott funkció és lehetőség, vagy éppen olyasmi, hogy ez majd olvasni fog egy egyéb file formátumot, teljesen mindegy. Én úgy gondolom, hogy a mai tárhelyek mellett, hogyha nem ezzel ellentétes a célod, akkor azért az összes függőséget, amit automatikusan felrak, és az összes ajánlott dolgokat legyél szíves felrakosgatni, és akkor nincs olyan, hogy oké, a leírásban valami úgy van, hogy így működik, és mégsem nem úgy működik nálad, mert esetleg az ajánlott kiegészítőket nem rakosgattad fel. Oké, hát akkor természetesen rakjuk föl már a VLC-t, hát nyilvánvalóan a sudójog kell, és gondolkodjunk el azon, hogy mi lehet az installálásnak a parancsa. Nem meglepő, install, beírod, és akkor beírjuk, hogy a VLC. A VLC-t fel fogja rakni, nézzétek meg, milyen ez szépen kírja, tehát valóban úgy írja ki a dolgokat, ahogy én elvárom, szép, melyik verziót adja ki, mit fog felrakni, annak a mérete. Igazából evel nem sok mindent tudunk csinálni, mert ez felmegy akkor is, ha akarjuk, meg akkor is, hogyha nem akarjuk természetesen, de én úgy gondolom, hogy értelemszerűen szebben fog kinézni, és yes-re ütünk, egy enter-t ütünk. Látjátok, a telepítés sem úgy néz ki, mint a múltkori videóban, hogy hát bizony ott futnak a dolgok, hanem olyan színes, kinézős. És elmondja azt természetesen, hogy vége van a telepítésnek. Egyetlen egy sorra hívnám fel a figyelmet, hogy futtatja DPKG. Ez a háttérbefutó, a csomagkezeléssel foglalkozó rendszer. Ez van egyébként az apt mögött is. Ez az alaprendszere a Debiannak a csomagkezelésre, és láttad, hogy fut, legalábbis úgy, hogy kiírta, akkor rögtön tudhatjuk, hogy ez valóban bekerült a csomagkezelésbe, tehát nem más csomagkezelést használunk, csak egy előtét programot. Na hát természetesen, mivel nekem a VLC múltkor se, most se fog kelleni, el fogjuk tüntetni, itt is többféle eltüntetéses dolog van. Én természetesen a purge, azaz tisztítás, purgálás, purgatórium, könnyű megjegyezni, parancsot szeretem használni, az összes olyan beállító fájt, egyebet eltünteti, amit a normál eltávolító remove parancs nem fog eltüntetni. Én ezt szeretem, nem 101%-ig dolgozik ez pontosan, hogyha te a saját könyvtáradban létrehoztál valami beállító állományt, mondjuk ehhez a VLC-hez, az nem feltétlenül fogja eltüntetni, egy nagyon-nagyon-nagyon kicsike manuális munka kell ahhoz, hogy minden eltűnjön, tehát ilyen egyéb beállító fájlok, de én azt mondom, hogy a purgálás az egészséges, és szépen néz ki, kérje, hogy mit fog eltüntetni, gyakorlatilag ugyanaz, inverse-be, fordítottan, nem fel, hanem leszedjük, mint az installáció, a yes-re nyomtam, elindul. Megtörtént az egész dolog, nem történt semmi. Itt azért
Már láthatjátok, hogy szépen működik, minden funkciót elérsz, majdnem minden funkciót, amit az apt rendszerbe, természetesen az apt rendszer az régebbi, az apt-getet sokkal többen használják, ez egy szép észleti eszköz hozzá, de nagy részben egy alaptelepítési dolgokat, egyebeket meg fog tudni csinálni neki. Két dolgot szeretnék bemutatni, ami eléggé kényelmes, persze máshol is meg lehet csinálni, de én nagyon megkedveltem ezt a parancsot, fetch. Ez azt csinálja, hogy megnézi a gyorsabb tárolókat, szemközti repókat, szoftvertárolókat, és azt fogja használni, azt fogja beállítani, majd a leggyorsabb, azaz egy picikét gyorsítja letöltéseket, adminisztratív dolgokat. Na nézzük meg, teszteli a tükröket, hát bizony 574 darab tükörszerver van a világon, legalábbis ő szerinte, ehhez a rendszerhez ezeket szépen egyesével megnézi, melyik a leggyorsabb, és a leggyorsabbakat fogja számunkra beállítani. Nem muszáj ezt megcsinálni, de én azt mondom, hogy a telepítésnek, frissítésnek a legunalmasabb része, főleg, hogyha sok frissítendő csomag van, amíg vársz arra, hogy a szemközti gép elküldje. Ez nem bosszantó akkor, hogyha kisebb internetsebességed van, lassabb géped van, mert akkor elfogadod azt, hogy lassabb internet van, szépen majd lecsorog, aztán, ha gyorsabb interneted van, és nagyobb frissítést csinálsz, kitérés egy picit, nem érdemes fél évente, negyed évente frissíteni, hanem érdemes megtenni azt, hogy egy bizonyos ciklusonként szeretnénk frissíteni, azaz mondjuk hetente. Én általában szombaton szoktam ezt megcsinálni, tehát hetente szombatonként frissítem fel a rendszeremet, és akkor nem marad el. A másik fele, a másik véglet, hogyha az itt lévő kis ikonka jelzi, hogy van egy darab frissítés, és az nem iszonyat kritikus frissítés, akkor nem kell azonnal nekiállni nyomkodni a frissítést, tehát meg kell találni azt az egyensúlyt, amire neked szükséged van. Na, a frissítések gyorsabban mennek, hogyha éppen a leggyorsabb tükörszervert használod. Itt leindexelte a leggyorsabb 16-ot, hogy miért a leggyorsabb 16-ot, nem a 15-öt vagy 27-et, azt nem tudom, te kiválaszthatod, hogy melyik kell neked, nekem az 1-es kell, az a leggyorsabb, és leenterezem, és be akarom iratni, persze, be akarom iratni a dolgokat, és utána elmentette a NALA rendszerbe ezt a dolgot, hogy onnan kapja a NALA a leggyorsabb adatokat, a leggyorsabban lejövő csomagokat. Oké, a másik, ami miatt én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a NALA-t, nem csak ez, hanem a history. Hát sejtheti mindenki, hogy ez miről szól, az a históriát fogja leívni, azaz mit csináltam az elmúlt időszakban. Installáltam ezzel a rendszerrel, nem az apt-gettel, erre nagyon figyelj, ez csak a saját, tehát amit ezzel végeztem el, saját történelmét ismeri természetesen, és nem az általánosat, de én úgy gondolom, hogyha áttér valaki a NALA rendszer használatára, és kényelmesen, jól, és hát viszonylag a fetch-el, illetve a pár nagyon-nagyon egyértelmű parancsal megbarátkozik, akkor egy gyors és jó kis rendszert kap, amiben megvan a történet. Természetesen az apt-get rendszeren keresztül is le tudom hívni, hogy mit csináltam, de azért nézzük meg, szépen kírja, hát a Blybitch-et, a Shutterset, a Git rendszert, illetve upgrade-eltük az előzőekben, látható, hogy mikor, azokat a dolgokat, amik tegnapi upgrade-elés óta előkerültek, majd installáltuk a VLC-t, majd purgáltuk a VLC-t. Jó dolog? Hát szerintem 1000% ugye jó dolog, szépen kinéző rendszert fogsz kapni, amit ismétlem nem más, tehát nem a Debian, Ubuntu, Linux, mint MX rendszernek csomagkezelését váltod le, hanem csak a kinézetét váltod le, ami szerintem egész jó pofán néz ki. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!